Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok, és azért jöttem ide Beregszázba, egy női fodrászatba, mert egy pár adással ezelőtt a borbékodásról, a férfi szőrzet ápolásáról volt szó. Úgy gondoltam, nem hagyhatom ki, főleg így Valentin nap előtt a hölgyeket se, a női hajat sem. Úgyhogy kérem, tartsanak velem! Mikor is volt először fodrász olló a kezébe, arról egy picit? Hát 1973-ban. Aha, tehát akkor én még nem is éltem. Igen. Na most. Az, hogy miért került a kezébe fodrász olló, miért került fodrász? Szóval gyerekkortól szerettem a fodrászatot. Úgyhogy csak az volt az álmom, hogy tanulni menjek és fodrász legyek. És 1973-ban mivel fodrászkodott egy gyerek? Hát ugye baba, vagy rokonság, úgyhogy mindenkit akkor már megírtam. És emlékszik a kezdetekre, hogy ahhoz képest, amit gondolt arról, hogy milyen lehet a fodrászkodás, meg a női hajjal való bánás, ahhoz képest milyen volt? Hát akkor még nincs olyan elképzelés, hogy na most, hogy a fodrászat vagy valami, csak a hajjal a foglalkozás. Majd aztán, amikor elmentem tanulni, egy évet tanultam Ungváron a szakképzőben, és aztán jöttem már ide dolgozni. Na igaz, dolgoztam falun is, meg aztán kerültem be egy kollektívába, egy fodrászatba. Úgyhogy, és akkor az ember már tudja, hogy mi is az a fodrászat, hogy nem csak az, hogy most megcsináljuk a hajat, hogy mennyi mindennel jár az egy haj csinálás, mert ugye több formája is van, meg a nyírástól kezdve a csavarásig, meg a festéstől. Ugye akkor még nem volt annyira, hogy festés, csak egyfajta. Egy hajfestékből négy árnyalat volt, és abban kombináltuk mindig a festékek színét. Így a színkeverés. Na, és így. Na. Ez volt a kezdet. Igen, ez volt a kezdet. Nehéz volt egy kicsit, mert nagyon be kellett, mert az elméleti tanulás, meg a gyakorlat, az kettő. Úgyhogy csak úgy lehet a fodrász, bármikor gyakorlatban van, és lássa, meg sokat tanultam ugye a mesterektől és az idősebb mesterektől. Úgyhogy úgymond elleste az ember a szakmai dolgokat. Akkoriban, a 70-es évek közepén, végén, Akkor hogy viszonyultak a mesterek a kezdőkhöz? Hogy emlékszik erre? Hát ez változó volt. Volt, aki igazán is, hogy felkarolta, de olyan is volt, aki nem igazán. De többnyire olyan felkarolták a fiatalokat. Ketten jöttünk akkor, úgyhogy felkaroltak. Abban az időben nagyon más volt az elvárás? Nagyon más volt az, amit vártak egy női fodrásztól, mint mondjuk mostanában? Sokat hát, változott-e? Változott sokat, mert akkor inkább a klasszikus formája volt a fodrász, most pedig a laza formája a fodrász. Azt nem is kérdezem, mert azt gondolom magamtól, és meg azt a nézők is gondolhatják, hogy az anyagok is változtak. Talán, talán egy kicsit előnyére? Tehát, hogy jobb a mostani persze, anyagokkal persze, dolgozni? Könnyebb? Könnyebb. Most már a festékeknek is megvan a szín árnyalata, hogy a vendég milyen szín árnyalatot, vagy a szőkítéshez is a szőkítés, hogy milyen árnyalatban legyen. Úgyhogy nagyon bemosoltuk kezdve minden. Azt tudom, hogy fával dolgozni milyen, se nagyjából tudom, hogy milyen fémmel dolgozni. Milyen dolgozni a hajjal? Hát aki szereti, annak nagyon könnyű vele dolgozni, mert minden szakmának megvan, aki fával, mi meg a haja, úgyhogy az könnyű. Ön szerint egy jó fodrász mitől jó fodrász? Ha nagyon szereti a munkáját, szereti csinálni, az biztos, hogy akkor jó, türelmes a vendéghez, a munkájához. Hát ebben minden bele tartozik. Jó, igyekszik jó minőségű dolgokkal dolgozni.
hozzá kell szokni a vendégeknek, a vendégeknek a mesterhez, szeretni kell a szakmát, szívből lélekkel csinálni, szívvel lélekkel csinálni egy életen. 68-ban leérettségiztem, 68-ban ide kerültem, és hála jó Istennek, 51 éve ezt folytatom. Ava jó, hogy többet tanul, mert jobban lehet fejleszteni magunkat, meg újakat is kell tanulni. Ava jó, hogy mindig újat, meg vendégek szeretnek mindig újakat is. Frissen mosott hajjal jöjjön a kuncsaft, vagy itt megmosott? Hát természetesen, mikor jobb? Hogy természetesen jobb? Tiszta hajjal. Mi csak nagy tiszta hajjal dolgozunk. Mert a tiszta hajjal egy nyírás is egész más formáját ad, vagy mondjuk nem is vállaljuk el, hogyha zsíros vagy nem tiszta haj, úgyhogy többnyire. Hát megkérdezzük vendéget, hogy mit parancsol. Ha mondja, hogy mondjuk most a haját, akkor leültetjük. Ha pedig nem, akkor ugye mosás, és akkor megkérdezzük, hogy milyen frizurát akar, vagy milyen formára, vagy valami. És vannak nagyon extrém igények is? Szokott lenni olyan, amire esetleg azt mondják itt, hogy, vagy összenéznek, hogy úristen, ezt hogy is kell, vagy miért kell ez? Hát nem igazán, hát nem igazán. Nem, én tulajdonképpen az én korosztályom belieket szolgálom ki, vannak ugye 40 éves vendégeim, az úgyhogy azokat, nem azt mondom, van nekem fiatal. De aki 40 éve vendége, ő azért már nem kísérletezik nagyon, ugye? Hát esetleg, ha én felajánlom, hogy egy kis kísérletezést csináljunk, egy kis más formát, vagy valamit. És olyankor mit szólnak azok, akik? Hát próbáljuk meg. Igen? Bátrak? Igen, bátrak, persze. Bíznak bennem, igen. Értem. Itt Beregszászon viszonylag sok turista van. Gondolom, ők is azért bebetérnek. Természetesen. Önökhöz. Vannak turisták, ugye jönnek nagyobb városokból, és akkor olyan kérnek dolgokat, nyírásokat, de meg tudjuk oldani. És mindenki, ilyenkor a vendég elmagyarázza, hogy tessék, persze, így persze, fogni, hogy, úgy fogni? Nem, csak nem. Milyen formát akar, ja, frizurát. De a távozáskor mindenki meg van elégedve, sőt, vissza is járnak, úgyhogy nekem is van. Persze, mondok ott városokat, hogy vissza is jön. Minden évben, mikor eljön üdülni, akkor bejön hozzám megnyiratkozni. Mitől jó fodrász a fodrász? Hát, hogyha odafigyel, szereti a munkáját természetesen, és nem hányja össze éppen, hanem szépen odafigyel, azért nagyon sokféle fejforma létezik, hajtípus, ha éppen tud kreálni tényleg a semmiből valami szépet, és akkor belenéz a vendég, és elégedett. Ugye ön is úgy kezdte, hogy diákként, tehát segédként, tanulóként voltak mesterek, akiktől tanult iskolán? Nem, én iskolában, én már akkor beálltam dolgozni, úgyhogy én nem voltam segéd, vagyis tanuló a fodrászatban. Tehát amikor már fodrászatban dolgozott, akkor már mint végzett fodrász. Igen. Értem. Igen. De hogy nem arra akarok kiukadni, hogy ami már elhangzott, hogy voltak idősebb mesterek, meg volt ön mondjuk akkor fiatal, így, hogy kezdő, igen, vagy a fiatal, igen. hogy és amikor ez átbillent, amikor Kati néniből lett már idősebb mester, és jöttek mondjuk fiatalok, akkor ugye egészen más idők voltak, az a 70-es évek vége volt, ez meg mondjuk, amiről most kérdezem, az a 90-es évek. Hogy az akkori fiatalok, azok ön szerint hogyan viszonyultak ehhez az egészhez? Mennyivel látta, hogy másképp állnak a dologhoz? Hát akkor a fiatalok fiatalokhoz mentek, ugyanúgy, mint most is. Úgyhogy a fiatal korosztály, a fiatal mesterhez, az idősebbekhez. Tizennyolc éves koromtól ebbe a szakmába vagyok, és ha még egyszer megszületnék, biztos, hogy ezt a szakmát választanám. Szeretem, hogyha az emberek elégedetten mennek ki, meg vannak elégedve, és viszont nekem is az egy öröm, mikor én
egy új frizurát, egy új stílust tudok nekiek csinálni. Gyerekkoromtól kezdve én fodrásznő akartam lenni, és ez sikerült. 40 éve csinálom férfi fodrászként. Igaz, hogy vannak női vendégeim is, és azokat is szívesen megnyírom. De ha újra kezdhetném, újra ezt a szakmát választanám. Először is a vendégek miatt is jó fodrásznak lenni. A másik meg jó ide bejönni a barátokhoz, már a kollégek szinte barátok. Volt tanítványa az évek során? Hát nem sok, de volt olyan, 4-5 volt, igen. Volt olyan, aki igazán tehetségesnek gondolt? Most persze, név nélkül természetesen. Persze. Aki a vendégem volt, kitanítottam, és most a kolléganőm lett, úgyhogy van, igen. Ennyi tapasztalata, mint ami önnek van, itt mondjuk így a szalonon belül a munkatársak mennyire kérik ki a véleményét, vagy mennyire foglalkoznak a fodrásznők egymás között, így szalonon belül a szakmával. Tehát, hogy mondjuk látok egy színésznőt a tévébe egy frizurával, akkor mondjuk az van-e olyan, hogy bejön valaki, és akkor azt megbeszélik, hogy azt valószínűleg így csinálták, úgy csinálták, jó, hát de jó volt. Van ilyen. Sőt, még én is valamikor kérek egy kis szakmai tanácsot a fiatalabb mestertől, úgyhogy ugyanakkor ők is, hogy megbeszéljük, persze. Nagyon jó kis kollektíva van. Örülök, hogy engem így befogadnak ide, mint idősebb mestert, úgyhogy... Van olyan, hogy a fodrászok egymás között... Hát, hogy is mondjam, finoman fogom, rivalizálnak? Nincs. Valamennyire egy ilyen kis közösségben ezt úgy gondoljak rá, mint egy csapatmunkára? Ez szószoros érte, ez egy csapatmunka, igen. Mindent besegítünk egymásnak, mindent, úgyhogy véleményt megkérdezzük egymástól, úgyhogy... De mondjuk, hát ugye egy... Van mondjuk a hajmosás, beszárítás, van mondjuk a vágás, van mondjuk a topírozás, vannak különböző eljárások, daljár, ami most így hirtelen eszembe jut, de azért az biztos nincs úgy, hogy mindenki mindenben nagyon jó. Tehát biztos van, aki mondjuk nagyon jól mos. Vagy erről én... Hát nem lehet mondani, mert mindenki ilyen egyformán, úgyhogy minden téren, úgy a beszárítás, úgy a tartós csavarás, mosás, úgyhogy ilyen, mi már elég régi munkások vagyunk, úgyhogy... Az is egy nagy különbség a régi időkhöz képest, hogy régi időben sokkal kevesebb vegyszert használtak, mint most. Igen. Úgyhogy nem volt ennyi sok oldal, akár a festék, akár a már úgymond tartós, vagy hajbarzsamok, meg minden. Akkor többe kellett talán trükközni? Igen. Szakmailag jobban? Igen. Kellett átgondolni minden mozdulatot? Igen. És nehezebb volt sokkal? Abba az időbe? Hát ez mondjuk viszonyítás kérdése. Hát a mostani időkhöz képest. Azt hiszem, hogy szóval bizonyos dolgokban többet kellett. Na mondjuk a nyírás. Igen? Akkor az nem volt, hogy ollóval nyírunk, ott fokozó nyírtunk, úgyhogy nem volt ilyen hogy annyira precíz nyírás. Most inkább a nyírások a dominánsak, úgyhogy az, ha jól meg van nyírva egy haj, a vendégnek könnyebben lehet kezelni a haját, úgyhogy ha egy jó nyírás után. Úgyhogy most már nem kell, hogy becsavarni, ugye mindenki főnőzi, beszárítja magának otthon is, úgyhogy ha jó meg van nyírva, otthon is tudja magának. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a jó frizura alapja a jó nyírás. Igen, csak is az. És az, mit, az mitől függ? Tehát az egyéntől függ, hogy milyen típusú hát haja van? Hát van az is, igen, hosszan... hogyha egy rossz minőségű hajban nem igazán lehet jó nyírást csinálni, hogy az mutasson is, meg az... Mit lehet tanácsolni egy átlag nézőnek, hölgynézőnek, de akár férfinak is, hogy mi az amivel kondicionálhatjuk a hajunkat, illetve hogy mi az, amire esetleg otthon lehet figyelni? Hát mondjuk az is egy olyan kis lazább hajnak, ilyen gyengébb hajnak, akkor a kondicionáló szereket, hogy minél többet használni, egy kicsit két, hogy fellazítsa a hajat. Thank you.
mitől jó fodrásznak lenni? Én nagyon szeretem, mikor az emberek elégedettek, tehát belenéz a tükörbe, és látom azt az elégedett arcot, az nekem mindent megér. Mert azért mondjuk meg, hogy az embereknek valamilyen szinten kedvére kell tenni, tehát meg kell felelni, úgymond, hogy az jó legyen. Igyekszünk helytállni, úgy gondolom. Akkor ugye vége volt ennek a vágásnak, akkor azt mondta a vendég, ha sietett, hogy jó, jól van az már, de én azért, amíg nekem nem stimmel minden, hogy úgy álljon, ahogy én szeretném, valahogy az én szemszögömből is nézem, hogy az én is legyek megelégedve a munkámmal, ne csak a vendég. Hallottam olyanról, hogy hajat keratinozni, botoxolni, haj hosszabbítani, hogy ezek... Hát ezekről, én már személy szerint már nem vállalok ilyet, úgyhogy már ilyeneket. De mint fodrászt kérdezem, hogy van ezeknek értelmük? Hát őszintén mondva, egy hajat meg lehet botoxolni. Hogy jöttek már így vendégek, nem kimondottan hozzám, kolléganőim, és lehet mondani, tönkre ment a haj utána. Úgyhogy itt ápolgatni kellett balsam, meg úgyhogy ilyen is volt. Ha a természetes anyagok közül kéne választani, akkor mi volna az, ami ön szerint a legjobb a hajnak? Hát most olyan habok, meg balzsamok vannak, hogy itt lehet válogatni. De hogyha nem vegyszerre gondolok, nem balzsamra, nem... Hát az már régi. Én hallottam olyanról, hogy tojás sárgáját... Pakolásokat, igen. De most olyan, ugye már mondjuk a vendégnek, hát akkor már mikor van balzsam, úgyhogy már nagyon kevesen foglalkoznak ezzel, hogy most tojás sárgája, vagy tojás fehérje, hajpakolás. De egyébként az lehet, hogy jobb. Persze, régen ez. Ugye régen mivel hab ilyesmi nem volt, sörre csavartunk. Még egyszer? Sör. Ezt hogy képzeljem, hogy a hajcsavaró beáztatták? Igen, nem a hajat bekentük, becsavartuk, és kimondottan jó volt a frizura utána, nagyon jó volt a tartása, és még a hajnak is jót tett. De volt ilyen, hogy hajhab, vagy semmi ilyesmi régen nem volt. 70-es, 80-as években nehezebben lehetett, mondjuk akkor bejöttem volna, akkor sokkal kevesebb eszközt látok? Persze, anyagokat. Most már ugye 3-4 olajban dolgozunk, úgyhogy igen? Persze, igen. A ezek, hajnyíró, amik itt vannak? Igen, hajnyíró, nyírógép, minden, úgyhogy hajsimító, hajkreppelő szárító, úgyhogy hajgöndörítő, úgyhogy sok. Tehát tulajdonképpen csak a fantáziám szabhatárt. Igen. Lehet igen. Kockás a fejem, pöttyös, bármi. Mi is öregszünk, de aztán a nyírás az fiatalos, és nekünk is tanulni kell, meg kell tanulni az új formákat. Amúgy nekem minden tetszik, a festés is, a nyírás is, a frizurák is. De rugalmasnak kell lenni. Nagyon is, a vendégekhez kell igazodni, mikor, ne csak akkor, mikor kedvünk van. Hát meg kedvünk az mindig kell, hogy legyen, mindig jó kedvünk kell, hogy legyen, mindig beszélgetni kell, és a vendégnek, ha olyankor kell, mikor nekünk nem nagyon jó, akkor is meg kell nyírni. Visszatérő kérdés a műsorban, hogy 30-40 év múlva lesz-e szükség fodrászra. Én biztos vagyok benne, hogy... Én gondolom, hogy az mindig kell egy fodrász. Mindig. Mert hogy... Kellett 40 éve is, meg biztos, hogy még a továbbiakban, már nem mondok igen? időt. Persze, igen? persze. És nem... A haj az nől, úgyhogy... Értem. Jó, ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy erre a kérdésre én is magamtól azt válaszolnám, hogy hát persze, hogy kell, hát az embernek haja van meg minden, de hogy ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem beszéltünk elektromos autóról. Most meg már elektromos autókat használunk. Igen. Hogy én azért remélem, hogy megmarad a szakma, meg egyáltalán, hogy nem majd ilyen búrát kell hát a fejünkre húzni, leprogramozni. 100 évvel is volt fodrász, igaz, csak akkor a fodrász ugye fogat is húzott, meg mindent csinált, de én gondolom, hogy ez mindig. Hogyha valaki fodrász szeretne lenni, nézi mondjuk ezt az adást, és így meg tetszik neki a dolog, mit ajánlana?
a mai fiataloknak? Vagy lehet, hogy nem is fiatal az, aki mondjuk arra gondol. Hát mi csak ahhoz, hivatalosan tanulni menni, mert ha mondjuk tanul egy mesternél a fodrász, ő diplomát nem tud neki adni, hogy ő tanult. De a diplomán kívül mi az, amit még esetleg lehet tanácsolni? A kitartás. Kitartás? A kitartás, a szakma iránti kitartás. Ha nincs kitartás, akkor nincs is szakmabeli fodrász, úgyhogy ez nagyon nehéz. Évek kellenek ahhoz, hogy az embernek vendégköre legyen, hogy igaz szeret, mert nekem is jönnek falukból is be, 20-30 éve már a vendégek, ugye ez nagy kitartás kell, hogy, mert voltak olyanok helyzetek is, hogy nem ment, de ha az ember abba hagyja, akkor kész. Ki kell, kitartás ez. Ez folyamatosan. Igen, csinál. Meg a szakma szeretete. Értem. Ha szereti, akkor ki is tart. Hát ez így van általában. Amit szeretünk csinálni, azt jól is csináljuk. Igen. Úgyhogy nekem is nem mindegy, hogy a vasárnap is, hogy a rokonságot, vagy valamit, én boldogan megcsinálom. Nekem az nem munka. Én ezt szeretem csinálni. Vagy elmegyek a szomszédba, a 93 éves öreg mamának, aki már majd, hogy járóképtelen, megmosom a haját, megszárítom két hetenként, hogy az rendezett legyen. Úgyhogy, na. Értem. Zúgjon nektek hát Hozsanna, Kriszta Katalin Zsuzsanna, s minden név előtt tisztelgek, mit csak fodrásznők viselnek. Mikor vége a műszaknak, ők egy nagyot sóhajtanak, s a tükörben nézvén maguk, megfésülik borzas hajuk.